El vagyok fordulva, valami nem jó. Vajon miért? Sziasztok! Szia János! Na jó, megpróbálom. Jó reggelt! Jaj, jó reggelt! Sziasztok! Szóval megpróbálom a maját hozzáadni, viszont nem tudom, hogy miért nem engedi elfordítani a telefonomat. Jó reggelt mindenkinek ma reggel! Dienes Majával fogok beszélgetni. Az ítélkezésről az lesz a cím, hogy szeretnél felhagyni az ítélkezéshez. Szia, Maja! Elfordítottam a telefonomat, és megpróbálom megint, és azt írja, hogy nem tudom, nem engedi. Úgyhogy ma ide foglak tenni a fejem csücskébe. Emiatt elnézést. Már is adom a Maját. Nem tudom, hogy itt mi... Mindjárt meglátjuk, hogy fog ez így menni. Sziasztok! Nem tudom, ma mi történt. Jó reggelt! Szia! Hello. Jó irányba fordított a telefonodat? Igen, ebből az irányba fordítottam úgy, ahogy kellett, és kézzed, hogy azt írtak, hogy nem tudom elfordítani a kamerámat. Úristen, ez tragédia. Igen. Ez az első alkalom, hogy itt nem itt vagy mellettem közvetlenül, pedig az ilyen szuper volt. Mert beállítom úgy, hogy itt leszek, és akkor így pont itt vagy a kis fejed. Jó, és akkor én is fordítom el, megígérem, jó? És akkor így jó lesz. Igen, légy szíves. Vagy ha gondolod, elfordítod, és akkor így nézzük téged. Jó, ez nagyon ez lesz, ez a kutyák nézik a tévét hang nélkül, aztán a kutyák nézik a tévét hanggal. Csak nézzük. Jó reggelt mindenkinek! Szia, Marci, Emőke, Andi, János, wow, már 11-en vagyunk, de jó. Na. Hát, ma nagyon izgalmas témánk van, Maja. Tényleg? Mesélj róla. Szeretnék róla mesélni, szóval az a címe ennek a mai live-nak, hogy szeretnél megszabadulni az ítélkezéstől. És annyira köszi, hogy, mert ugye ez a te ötleted volt ez a mai téma, de nagyon hálás vagyok érte. Egyfelől azóta egy csomót így jártamban, keltemben gondolkodtam ezen, és azon, hogy mit is jelent nekem az ítélkezés, meg hogy mi minden változott az elmúlt 4 évben, amióta úgy más szemszögből tekintek az ítélkezésre, és az is megfordult a fejembe, hogy vajon tudom-e igazán, hogy mit is jelent az ítélkezés, az éberség, hogy ezek valójában mit jelentenek, és kitől mástól kérdezhetném meg ezt, ha nem tőled. Ugyanis van egy olyan információm, sziasztok mindenki! Szóval van egy olyan információm az ítélkezésről, hogy ugye nem minden ítélkezés. Tehát nem feltétlenül bíráskodom én akkor, amikor egy negatív dolgot mondok valakire, mondjuk legyen ez egy személy ebben az esetben, vagy gondolok, lehetek én is akár. És ha valakiről valami pozitív volt, tehát hogyha mondjuk azt mondom valakire, hogy ez a hölgy milyen tökéletes, akkor ez nem biztos, hogy nem egy ítélet. Hogy nem ítélkez. Igen. Nem ítélkez. Vagy ha valakire azt mondom, hogy ez egy seggfej, akkor ez nem feltétlenül egy ítélet. Szóval... Aha, ez így. Jól belekezdtem? Itt rögtön az elég. Jó, pont azt mondtam, hogy hát semmi felvezető bele a közöttén. Nem baj, jó, ez így. Nem finom korom. Igen, azért, mert hogy csak 1 óránk van, de mi nem tudunk 1 órát beszélgetni. Na nehéz, igen. Oké, szóval nem akarok ennyire előre rohanni, inkább téged kérdezzenek meg arról, hogy te mit mondanál az ítélkezésről? Igazából nyugodtan vágjunk a közepébe. Nekem tetszik. Oké. Szóval... Ez egy tök érdekes, érdekes téma. Én azt hiszem, az Access előtt nem nagyon gondolkodtam az ítélkezésen, hogy mi az, meg hogy ki csinálja, meg hogyan. És ahogy így egyre elmélyedtem így az Access eszközök használatába, ott hívták fel a figyelmemet így tanfolyamokon, hogy hát van olyan, hogy ítélkezés. Mondom, igen, és az micsoda. És akkor így elkezdték kifejteni, hogy micsoda és hogy hogyan működik. És... az volt nagyon érdekes, hogy ez nekem a világomban annyira nem volt benne. Akkor jelent meg, amikor elkezdtem másokkal kommunikálni, akár erről, akár így, csak így, hogy így megfigyeltem őket. És
Szóval, ami nagyon érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik mindenki máson ítélkeznek, és vannak azok az emberek, akik mindig magukon ítélkeznek. Hogyha magadra ismersz az egyikben, akkor gratulálok. És egyszerűen csak vedd észre, hogy mi az, amit csinálsz. Talán az egyik úgymond nem kedvesebb dolog, amit magunkkal tudunk csinálni, az hogy ítélkezünk magunkon. És ugye, hogyha olyan típusúak vagyunk, hogy ítélkezünk magunkon, ugye, hogy hát ezt jobban is lehetett volna csinálni, meg ez biztosan valamit elrontottam itt, meg biztos valami az én hibám, mert hogyha másképp csinálom, akkor biztosan minden jól sül ki, de én valami olyasmit csináltam, amitől ez nem jól sült el ez a dolog. Szóval, hogyha ilyen típus vagy, az első, igazából érdemes észrevenni azt, hogy egyik legnem kedvesebb dolog, amit magaddal csinálhatsz, az, hogy megítéled magadat is azt, amit csináltál. És mi kéne ahhoz, hogy ezt így most varázsütésre így pak, abba hagyjuk. És ez mondjuk egy ilyen, azon tűnődtem még így a Facebook Live előtt, hogy milyen praktikus eszközöket lehet arra adni így nektek, akik itt nézitek ezt, vagy fogjátok ezt valamikor nézni, hogy hogyan lehet kilépni ebből akár ebből az önítélkezésből, mert azt gondolom, hogy nagyon sok emberben így folyamatosan így pörög ez a dolog. És az egyik ilyen dolog, ami kettő dolog egyszerre nem lehet jelen, az ítélkezés és a hála. Tehát mi van akkor, hogyha ilyen első eszközként, hogyha azon eltűnődsz, hogy mi az, amiért hálás vagy, és ez a hála is egy ilyen nagyon érdekes fogalom, szóval kétféle hálát szoktam megkülönböztetni. Az egyik hála az, amikor egy ilyen, amikor hálás vagyok valamiért, sokszor, vagy valakiért, sokszor nem is csak irányába, de egy ilyen hihetetlen kiáradás van, és olyan, mint hogy az egész nem csak azért a valamiért, vagy azért a valakiért vagyok hálás, hanem ez így túlmegy rajta, és így az egész világot így magába öleli. Szóval mi az, amiért hálás lehetsz? És lehetnek egészen apró dolgok, hogy mondjuk akár azért, hogy egészséges vagy, vagy azért, hogy van munkád, vagy azért, hogy van valaki melletted, aki törődik veled, vagy van egy jó barátod, tehát hogy így tényleg nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amikért hálásak lehetünk, és mi van akkor, hogyha ezt a hálát így kiterjesztjük minél több dologra. Vannak, tehát van úgy, hogy végig gondolod, hogy miért vagy hálás, és vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen csak így a hála így elönti a világodat, amikor olyan rájössz, hogy olyan csodálatos valami, vagy olyan szerencsés, vagy tök mindegy, hogy ez mekkora apróság, vagy mekkora nagy dolog, de ilyen nagyon nagy hála. Én például az egyik ilyen hihetetlen nagy hálát, amire legutóbb nagyon markánsan emlékszem, például az egyik az a nepáli hegyek között éltem meg, hogy úristen, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy itt lehetek ezen a nagyon furcsa és gyönyörű helyen, mert hogy így nem tudom, 3 napja éppen nem zuhanyoztam, de közben a látvány meg gyönyörű volt, tehát hogy így, és akkor így minden együtt tudtam így hálás lenni. És hát néhány, tehát mit tudom én, nekem a zuhanyzás az ilyen nagyon kulcs dolog, hogy úristen, hát ezt el sem tudnám képzelni itthon, hogy ilyen állapotban hálásnak lenni, de mindenhol és minden helyen a legváratlanabb szituációkban találkozhatsz a hálával, és megjelenhet akár spontán is. Úgyhogy mi van akkor, hogyha meghívod a hálát a világodba, és fölteszed azt a kérdést, hogy vajon mi az, amiért hálás lehetek? És nem egy erőlködés, tehát hogy mindenkinek azt mondom, hogy ne erőlködésből nyomja a hálát, az nem fog működni. Az nem fog működni,
tegyétek fel a kérdést, hogy vajon mi az az életemben, amiért most ebben a pillanatban hálás lehetek. És hogyha ezt a meghívjátok, meg fog jelenni, érdemes többször kérni akár, hogy nekem az egyik ilyen kedvenc kérésem az, hogy az úgy szokott kérdeni, univerzum, mutasd meg, és akkor most ebben a hálával kapcsolatban, univerzum, mutasd meg, hogy mi az, amiért hálás lehetek ma, és meg fog jelenni, hogyha figyelsz egy picit, és minél kíváncsibban teszed fel a kérdést, minél több ilyen gyermeki kíváncsisággal, hogy tényleg vajon mi az, amiért még hálás lehetek a világomban, annál több fog megjelenni belőle. Úgyhogy játszatok. Igen? Csak egyetlen egy mondatot ide hagyd mondjak, hogy annyira hálás vagyok. Ezt nem direkt mondtam, hogy... Szóval annyira hálás vagyok, hogy ezt elmondtad, mert sokaknál azt érzékelem, sőt, volt egy workshopom, ami a hölgy azt a kérdést tette fel nekem, hogy oké, hogy hálás vagyok, de minden alkalom, amikor vezetem a hálanaplómat, akkor nem érzem a hálát, vagy igazából leírom a dolgokat, amiért hálás lehetnék, és annyira kösz, hogy ezt így kifejtetted, mert hogy a legtöbben szerintem ebből az agyazásból, ebből a konklúziókból próbáljuk meg kitalálni azt is, hogy miért lehetünk hálás, hogy igen, az volna helyes, hogyha azért lehetnék hálás, vagy azért vagyok hálás, mert van családom, vagy mert van munkám, vagy ezek a klasszikus dolgok. És annyira kösz, hogy ezt így most elmondtad, szerintem ez most sokaknak egy nagy dolog, mert emlékszem, amikor András kiírta a saját csoportjába, hogy hello srácok, mit jelent nektek? Mi is volt a kérdés? Emlékszel? A szabadság. A szabadság. Nem? Igen, és ugye ezt azóta is ezerszer mindenkinek elmondom, mert talán az volt életemben az első alkalom, amikor agyazás nélkül az volt rá válaszom, hogy hát nem tudom, hogy mit jelent nekem a szabadság, de minden nap megkérdezem magamtól, nekem azt jelenti a szabadság, hogy minden nap megkérdezem magamtól, hogy nekem mit jelent a szabadság, és annyira jó, hogy ezt mondtad, hogy oké, vezessünk hálanaplót, nem mondom azt, tehát ha működik neked, akkor vezess a hálanaplódat, és akkor tényleg több... hát nem tudom, kedvességben lesz részed, mert akkor ugye kevésbé ítélkezel, de hogyha nem működnek ezek a nagyon megmondós eszközök, amikor úgy tudsz hálás lenni, hogy és akkor csináld ezt és ezt. Ha az nem megy, akkor amit te mondtál, úristen, hát köszi egyébként, én is mondom, köszi. Nekem volt egy konkrétan egy ilyen Facebook live-om, ez volt a témája, hogy hogyan légy hálás. Akkor most cseréljük le azt a Facebook live-ot mindenki, aki azt látta erre a maira. A majának erre a 10 mondatára. Mert tényleg univerzum mutasd, hogy miért lehetek hálás, és kíváncsian vizsgálom, akkor az akkor tényleg a hála terében tudok lenni. Akkor nem az, hogy igen, hálásnak kell lennem az anyukámnak, vagy hálásnak kell lennem a, nem tudom, bankszámlának. Jaj, nem. Tehát, hogy így. Annyira, nagyon kösz. Semmi esetre sem. Én nem vagyok így az erőltetés híve, mert az egy ilyen izzadságszagú dolog szokott lenni, és az nem az igazi hála. Tehát, hogy az, amikor megpróbáljuk megnézni, hogy miért lenne helyes, megfelelő, meg jó hálásnak lenni. De ez nem hozza meg igazából a hálát. Hogyha egy fölfedezés, tehát, hogy a fölfedező kíváncsiságával állunk hozzá, na az igen. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy van kétfajta ilyen nem tudom. És az egyik nem tudomot, ugye az Access tanfolyamokon nem fogadjuk el. Tehát amikor fölteszünk valakinek egy kérdést, azt mondjuk, hogy hát nem tudom, azt mondjuk, hogy olyan nincsen. Mert valamit tudsz erről a dologról, de tehát valamikor a nem tudommal letagadjuk a saját tudásunkat, és ez az a fajta nem tudom, amit az Access tanfolyamokon azt mondjuk, hogy nem engedünk kiszaladni, tehát hogy nem menekülhetsz ki, nem? Kvázi azzal, hogy jaj, nem tudom. És van a másik fajta nem tudom, az pedig egy ilyen hihetetlen teret nyit, amikor igazából azokat a korábbi összes definíciódat, elképzelésedet feladod, hogy mit gondoltál arról a dologról, és így elengeded az eszmédet, és így akkora tér nyílik, és arra mondod, hogy hát most belemegyek abba, mi van akkor, hogyha erről a dologról nem tudok semmit, és megengedem, hogy megismerjem ezt a dolgot.
Tehát ez a második, nem tudom, ez az, amikor így, hogy megengeded magadnak, hogy az összes tényleg elképzelésed, definíciód így elomoljon, és akkor megjelenjen valami más, amit eddig nem engedtél be a világodba, amit eddig akár kizártál, vagy egyszerűen csak így nem vettél róla tudomást. És ez a, mi van akkor, hogyha úgy állunk hozzá a hálához, hogy nem tudom, hogy mi az, mutasd meg nekem, univerzum, tehát hogyan tudnék erről több információt kapni, hogyan tudnám megélni, mi kéne ahhoz, hogy ez könnyedén megtörténjen, ne kelljen erőlködni, hanem csak így megjelenjen a világomban. És ugye így meghívjuk ezt, nem is tudom, valaki kommentelte, hogy meghívni a hálát a világomban. Igen, tehát hogy meghívni ezt a hálát a világomban, hogy ez, és ez hogy fog megnézni, vagy hogy fog kinézni, fogalmam sincsen. Igen, pontosan. És ez a kíváncsiság, ez a megengedés tere, ez létre tudja hozni azt, hogy tényleg találkozunk a hálával. És még a hálával kapcsolatban annyit szerettem volna mondani, hogy az még nagyon félre tud minket vinni, hogy ugye, tehát hányatoknak mondták azt, hogy hálátlanok vagytok. Tehát mondjuk kaptatok valamit, és azt mondják, hogy hálátlan vagy. És így te nem is szeretted volna azt a dolgot, csak valamiért, tehát mit tudom én, kapsz egy kiszáradt süteményt, amiben beletörik a fogad, és legyél hálás érte. Tehát, hogy így, mi van? Tehát, amikor hagyjál már békén. Tehát, és akkor ez így jelennek meg, hogy hogyan kéne hálásnak lenni, vagy miért kéne hálásnak lenni. Na mindegy. Szóval, hogy a világ nagyon sok mindent így ránk tol, hogy hálásnak kéne lenni, és mi van akkor, hogyha nem hálásnak kell lenni, hanem mi van akkor, hogyha felfedezzük, hogy mi is a hála, vagy mi lehet számunkra a hála, amire eddig nem is gondoltunk. Úgyhogy, szerintem sokan félreértelmezik olyan értelemben is a hálát, hogy azt hiszik, hogy hálásnak kell lenniük, de úgyhogy ha valakitől kapnak valamit, akkor azért hálásnak kell lenni. És egy csomószor azért sem, azért is vagyunk szerintem ezzel ellenállásban, vagy húzzuk fel a falainkat, mert egy csomószor ott van az az elvárás, hogy akkor és főleg ott van ez a lekötelezettség, és sokan azért nem is fordulnak a hála felé egy csomószor, szerintem, mert azt mondja, hogy Úristen, hát minden alkalommal, amikor elvárták tőlem, hogy hálás legyek, akkor ott érzékeltem valamit. És a legtöbbször ugye ezt így kevesen tudják megfogalmazni, de olyan sokszor történik az, hogy valaki tesz értünk valamit, vagy nekünk valamit, és ott érzékeljük azt, hogy ő ezt lekötelezettségből teszi, viszonzásul elvárják, hogy hálásak legyünk, és igazából nem tudsz ott hálás lenni, mert vagy nem akarsz hálás lenni, és akkor valahol ezt az egész hála dolgot egyrészt félreértelmezem, másrészt így távol tolom magamtól, hogy fú, figyú, mindenhol, ahol hálásnak kellett volna lennem, ott valami nagyon fura dolgok voltak, azt inkább hagyom a francba ezt az egészet, és most ez a két csaj is megint itt a háláról beszél, hagyom már engem mindenki békén, mindenki azt várja tőlem, hogy legyek hálás. És mi van, hogyha ezzel sem vagyunk úgy, hogy eldöntjük azt, hogy nem vagyok, vagy vagyok, hanem megvizsgálom azt, hogy mi történik itt. És hogyha tényleg az van, hogy valaki lekötelezettségből tesz értem valamit, akkor legyek arra éber, hogy ez történik, és akkor nem kell elfogadnom valahol a segítséget. Viszont máshol meg egy csomó ember szeretne tényleg feltétel nélkül csak adni nekem. És ezt szoktam mondani, hogy neked mennyire rossz érzés az, amikor valaki szeretne neked adni valamit, és nem fogadják el, vagy te szeretnél adni valakinek valamit, és nem fogadják el tőled, akkor azt érzed, hogy most ennek mi baja van. És mi meg olyan nehezen tudunk így befogadni, de valahol ez is itt van ezzel a hálával összekapcsolódva emiatt, mert hogy olyan sokszor érzékeljük, hogy az emberek igazából nem önzetlenségből, vagy kedvességből, vagy mindegy is, hogy mondom, akarnak nekünk segíteni mondjuk, vagy adni valamit, hanem lekötelezettségből, és cserébe ott elvárják, és akkor hálásnak kell lennem. Igen, ugyanazt, igen. Te mondtál. Igen, abszolút ez van, ez a kikényszerített hála, hogy ez szokott megjelenni az emberek világában, vagy ez a leggyakoribb talán, és ahogy te is mondtad, ilyen cserekereskedelem, tehát, hogy adok neked valamit, hogy majd aztán adjál nekem valamit, de közben legyél hálás is érte.
Mi van? Igen, nekem volt az életemnek egy olyan pontja, valamikor gyerekkorom, amikor azt mondtam, hogy na én soha többé nem veszek hálás senkinek, mert ezek mindig akarnak tőlem cserébe valamit, és mindig olyanért kell hálásnak lennem, amit egyébként utálok. Úgyhogy hagyom mindenki végén ezzel a hála tudtam. És... Jó sztori, ez nekem nagyon tetszik. Kegyen engem ezzel békén, tudjátok mit? Inkább ítélkezem magamon. Az sokkal jobb buli. Még egy dolog eszembe jutott ide a kiegészítésként, de aztán lehet, hogy te is szeretted volna mondani, mégpedig az, hogy van ez a nagyon alapkérdés, az, hogy mi a jó ebben, amit nem vettem még észre, vagy hogy mi a jó bennem, amit nem vettem még észre. Tehát mindenhol, ahol magam felett ítélkezni, és mondjuk feltettem már a kérdést, amit Maja annyira csodálatosan megfogalmazott, hogy igen, univerzum, mutasd, miért lehetek ma hálás, és miközben várom, hogy az éberség felbukkanjon, vagy a lehetőség, amiért tényleg hálás lehetek ebből a gyermeki kíváncsiságból, de közben van egy, feltettem azért ezt a kérdést is magamnak, mert ugye amikor azt kérdezem, hogy mi a jó bennem, amit nem vettem még észre, nem tudok egyszerre ítélkezni, és arra ránézni, hogy egyébként mi a jó bennem, tehát kénytelen vagyok egy kicsit a nézőpontomat, vagy a perspektívámat elfordítani oda, hogy de egyébként mi a jó bennem, amit nem vettem még észre. És egyébként szerintem ezzel is fontos az, hogy itt sem megtalálni kell azt, hogy mi a jó bennem. Vagy mi az, amitől azt gondolom, hogy mi a jó bennem, hanem mi lenne, ha itt is kíváncsiságból megpróbálnám azt felfedezni, hogy hát nem tudom, hogy mi a jó bennem, de univerzum, mutasd. És lehet, hogy lesz egy olyan mozdulat, amire azt mondom, hogy még sosem vettem észre, mert nem voltam rá nyitott, hogy észrevegyem, hogy egyébként mennyire sok jó dolog van bennem, amit még soha nem vettem észre. És a kulcs abban van, hogy oké, de mi a jó bennem, amit még nem vettem észre? Akkor nem tudom ezt így kikeresni a logikus elmémmel, hiszen még sose vettem észre, ezért csak az éberségem az, ami szóba jöhet ebben az esetben. Igen, igen. Ez is egy nagyon jó kérdés, és ez is abszolút így, ahogy te is mondtad, az ítélettől így elfordítja a saját magunk megítélésétől, elfordítja a figyelmünket, és egy teljesen más irányba viszi, ami ugye megállítja szintén az önmagunk felett való ítélkezést, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon szupi eszköz. Még a legelején vissza akartam fordulni oda, hogy amivel te is kezdted, hogy mi is ez az ítélkezés, és mi az, amiről azt gondoljuk, hogy az, de nem az, és mi az, amiről nem gondoljuk azt, hogy az, de közben meg az. Ez egy szép magyar mondat volt, nem? Így leírva, biztos jól néz ki. Én szeretem az ilyen mondatokat. Szóval, ugye azt hiszem, a legtöbb ember világában az van benne, hogy ítélkezni annyit jelent, mint rosszat gondolni a másikról. És ugye az excessnek van egy ilyen nagyon érdekes dolga, hogy pont ki akar, tehát azt szeretné megadni mindenkinek, hogy kilépjünk ezekből a polaritásokból, abból, hogy jó, rossz, helyes, helytelen. És először, hogyha az ember meghallja ezeket a dolgokat, de hát, hogy így akkor olyan, mint hogyha elvennék a világának az iránytűjét, hogy de hát akkor így honnan fogok tájékozódni arról, hogy merre menjek, hogyha megszűnik a jó, meg a rossz, meg a helyes, meg a helytelen. Ugye, mert ilyen, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ilyen közlekedési táblákat teszünk ki a világunkba, a saját világunkba, hogy ez itt helyes, akkor erre lehet menni, ez itt helytelen, akkor arra nem lehet menni, és akkor így lekorlátozzuk, hogy merre mehetünk a világban, és mi van akkor, hogyha dobjuk ezeket a táblákat, és hogyha ez most bárkit így teljesen összezavar, hogy úristen, mi lesz akkor, micsoda közlekedési zűrzavar lesz, ugye? Akkor mi van akkor, hogyha ezeket úgy dobjuk, hogy érdekes nézőpontnak vesszük ezeket, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Vannak olyan szituációk, amikor az, amiről eldöntöttük, hogy mondjuk helytelen, az szükséges. Tehát például azt mondjuk, hogy nem jó valakit
megpofozni. És lehet, hogy van olyan szituáció, amikor viszont az az, amire szükség van. Mondjuk azt, hogy az eseteknek a 95%-ában nem, de hogyha például egy ilyen jó kis példa, valaki mesélte, hogy nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt még a, tudom én, még a szocialista időszakban síelni mentek, és a hopoknak egy ilyen fölmentek a csúcson, és ott volt egy nő, aki lenézett, és azt mondta, hogy ő itt nem megy le. És rájött, tehát hogy az volt, hogy le kellett vinni a csajt, mert különben megfagyott volna ott fönt, és valahogy le kellett vinni. És azt mondta, hogy elkezdett hisztizni a csaj, az illető adott neki egy pofont, és azt mondta, hogy figyelj, jössz utánam, és lejössz. És levitte. És ahhoz, hogy kihozza ott a hisztiből, és hogy átvigye abba, hogy cselekedjen, és ne pánikoljon, ahhoz ott szükséges volt egy pofon, hogy így kihozza abból az ilyen teljesen őrült állapotból. És lejött, és utána megköszönte, hogy figyelj, köszi szépen, nem tudom, hogy mit csináltam volna, hogyha itt ott összeomlok a hegy tetején. Nem tudom, a fújó, tehát a viharos szélben, meg nem, jó, nem akarom itt dramatizálni a helyzetet, de hát, hogy így eléggé, tehát ki kellett hozni ezt a csajt onnan. És úgy akkor ott helyén való volt az apofon. És egy csomó ilyen hely van, hogy például a bokárugás se egy jó dolog, de lehet, hogy éppen van olyan szituáció, ahol az a legnagyobb hozzájárulás, hogy bokárogjuk a másikat. És mondjuk akkor veszi el a bokáját onnan, hogy ne harapja meg a csörgőkígyót, tök mindegy. Tehát most ez egy ilyen kis vicces, hülye példa, de hogy hány olyan szituáció van, amiről, ahogy olyan dolog a legnagyobb hozzájárulás, amiről korábban eldöntöttük, hogy az rossz. És amikor lekorlátozzuk magunkat, vagy ez helytelen, és hogyha amikor lekorlátozzuk magunkat azzal, hogy valamit nem szabad megtennünk, akkor az olyan szituációkban se fogjuk tudni megengedni magunknak azt a cselekvést, amikor éppen ott van az ideje. És ez nem azt mondom, hogy igen, minden, menjünk a utcán, és mindenkit rugdossunk bokán, vagy mindenkit pofoszkodjuk, nem, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy abban a helyzetben mi a legnagyobb hozzájárulás, mi az, amivel a legnagyobbat tudjuk teremteni. És ez ugye például nem vagyok híve annak, hogy az ember verekedjen, vagy mit tudom én, valakit megöljön, de hogyha mondjuk meg kell védenem magamat, akkor lehet, hogy szükséges lesz arra az, hogy valaki verekedjen, vagy én, vagy valaki más értem, és akkor milyen dolog az, hogyha utána pedig rosszá teszem azt. Nem, akkor ott éppen fölmérjük a helyzetet, mire van szükség, és azt megtenni, amire szükség van. De amint eldöntöttük, hogy valamit nem lehet, azt kizárjuk a világunkból. Bocsánat, mondd csak majd. Ne, mondjad. Csak eszembe jutott, mert ugye tőled kaptam egy üzenetet a múltkor, amikor elmeséltem neked, hogy voltam egy helyzetben, ahol azt érzékeltem, hogy too much vagyok. Én az esetek többségében polaritásban vagyok ezzel. Én azt gondolom, hogy én mindig too much vagyok. És akkor történt az, hogy voltam egy beszélgetésen, voltak beszélgető partnereim, és amikor vége lett ennek a dolognak, akkor még hangosan szóval ki is mondtam azt, hogy fú, srácok, remélem, hogy nem beszéltem túl sokat. És elkezdtem magamat megnyugtatni, és bennem volt ez az érzés, hogy megint túl más volt, nem hiszem el, hogy nem tudom befogni a számot. És eszembe jutott az a mondat, amit a Kovács Angi mondott nekem egyszer az alapozó tanfolyamon, hogy mondtam, hogy Angi, én mindig too much vagyok, és mondta, hogy jaj, Niki, hagyjál már ezzel is, és mondta, hogy figyú, belépsz a szobába, és te too much vagy, felveszed itt a teret. Hát engem egyáltalán nem érdekel, hogy te felvetted a teret, max, ha úgy döntök, akkor igen, de hogy nem tudod előlem elvenni a teret. És akkor mondom, jó, és akkor ezzel így nyugtatgattam a kis lelkemet, hogy jó, hát végül is nem tudom elvenni mások elől a teret, aki nem enged, hogy elvegyem a teret. És ugye úgy nem akartam szándékosan ezt csinálni. És akkor ugye mondtam neked, hogy basszus, de érdekes, mert hogy utána találkoztam a szervezővel, és mondtam neki, hogy
úgy érzékelem, hogy a többieknek too much volt. És mondta, hogy igen, jól érzékeled, a többieknek too much volt, tehát mindenki kérdezte. És akkor meg jókat nevettem magam, hogy wow, most tulajdonképpen azt gondoltam a magamról, hogy too much voltam, vagy éber voltam rá, hogy ők mit gondolnak, vagy mind a kettő, mindegy is, és akkor írtam neked, és erre ugye te azt mondtad nekem, hogy nem is emlékszem, hogy hogyan fogalmaztad, hogy mi van, hogyha ott akkor abban a szituációban nekik egyébként az volt a legnagyobb hozzájárulás, és hogyha tényleg nem ítélkezésből vagy polaritásból választom azt, hogy mikor hogyan cselekszem, vagy mikor mit teszek, vagy mit választok, hanem abból, hogy mi működik. Most nem mondom, hogy ebbe bármi tudatosság volt, hogy én too much voltam, de hogy ez egy tök jó megmutatja, és ugye te mondtad nekem ezt, hogy írtad nekem, és annyira szuper volt elolvasni, és mondom, tényleg, hogy meg, mi van, ha sokszor az a legnagyobb hozzájárulás valakinek, hogy too much vagyok, és akkor ez például arra sarkalja őt, hogy még inkább álljon ki magáért, vagy még inkább emelje fel a hangját, vagy hogy legközelebb ő is vegyen fel nagyobb teret. És mi van, hogyha ez sokkal többet teremtett az ő valóságában, mint az, hogyha én ott ültem volna meghúzódva az egyik széken, és meg sem szólalok. Ja. Szóval köszi. Szívesen, nagyon szívesen. Szóval, igen. És akkor visszatérve egy kicsit ahhoz, hogy amikor eldöntjük valamiről, hogy ez helyes, ez meg a másik polaritás. Ugye helytelenről egy picit beszéltem. És ha valamiről eldöntöttük, hogy az helyes és megfelelő, akkor mennyire kell csak azt választanunk azután, és semmi mást nem választhatunk. És tehát, hogyha mondjuk, úristen, oké, tehát szexben, hogyha eldöntjük, hogy valami, hogy helyes, és akkor újra és újra azt csináljuk a partnerünkkel, ez mennyire jó? Nem. Volt egyszer ilyen, hogy egyik partnernek azt mondtam, hogy fú, az nagyon jó, amit most csinálsz, és így elkezdtem minden alkalommal automatikusan azt csinálni. Úristen. Annál rosszabb, de szerintem nem volt. Így megijedtem konkrétan, hogy most már mindig ez lesz. Kommunikálni. Most attól csak ez lesz. Szóval, na igen, ez, most ez jutott eszembe így példaként. Tehát amikor eldöntjük valamiről, hogy helyes, az jó, mert akkor az talán még nagyobb csapda, mint a helytelen, mert akkor így megtaláltuk, hogy ez most így helyes, ezt fölteszem a polcra, és akkor mostantól mindig így csinálom. Mindig így ránézek, és akkor így oké, így fogom csinálni. Nem. Hogy működik ez üzletben? Nem működik. Hogy működik ez párkapcsolatban? Nem működik. Hogy működik ez barátságban? Nem működik. Sehol nem működik. Tehát, hogy így... hogy ez ebben ilyenkor is teljesen elveszítjük a kérdést. Szóval, és hogyan kapcsolódik ez az ítélkezésekhez? Amikor azt gondoljuk valamiről, hogy, vagy kimondjuk, hogy valami rossz, az nem feltétlenül ítélkezés. Az a kérdés, tehát az honnan lehet megállapítani, hogy valami ítélkezés-e vagy sem? Az ítélkezést szembe szoktuk állítani az éberséggel. És az éberség az, amikor valamire ránézel, és úgy látod, amilyen. Annak látod, amilyen. Tehát amikor ránézel a szekrényre, és azt mondod, hogy ez a szekrény, tehát látod, hogy barna. És annak látod, amilyennek. Látod, hogy mit tudom én, milyen anyagból van, stb. Stb. És hogyha... Szóval, hogyha olyannak látsz valamit, amilyen, és az lehet egy furcsa dolog is, hogy lehet negatív. Tehát lehet hozzá negatív jelzőket, hogy negatív jelzők jönnek. Tehát például, mondjuk az emberekkel talán sokkal könnyebb ránézni erre, hogy ha ránézel valakire, és látod, hogy úgy viselkedik, mint egy seggfej, akkor éber vagy arra, hogy seggfej, az nem egy ítélkezés. De akkor, hogyha kimondod, vagy rágondolsz, hogy seggfej, egy tér nyílik. És ez a tér, ez az, ami azt jelenti, hogy az egy éberség. Hogyha valami összehúz, akkor ítélkezés. És ha megnézitek, van különbség a között, hogy
ránézel valakire, és azt mondod, hogy ő most seggfejként viselkedik ebben a pillanatban, az mindig pillanatnyi dolog, és az éberség az mindig adott pillanatra vonatkozik. Tehát, hogy ránézel, seggfejként viselkedik? Igen. Teres? Igen. És ha viszont azt mondod, hogy valaki egy seggfej mindig, tehát amikor ugye zárójelben mindig oda tesszük, hogy mindig, az már egy ítélkezés általában. Arra lehetünk éberek, ezt csak így finoman zárójelben megjegyzem, ez a csillagos megjegyzés, hogy valakinek milyen tendenciái vannak. Tehát, hogyha van valakinek seggfej tendenciái, és azt mondod rá, hogy igen, ő általában egy seggfej, az még lehet teres. És akkor a fontos az az, hogyha ki is mondod arról, hogy valaki most seggfejként viselkedik, ne zárd el magadat attól, hogy esetleg meglátod azt, hogy amikor kedves lesz az illető. Tehát nem egy dobozba tesszük be, tehát nem az van, hogy találkozunk valakivel, az első 10 másodpercben eldöntjük, hogy akkor őt most kedveljük, vagy nem, és akkor betesszük a jó fej, nem jó fej, seggfej, nem tudom, bármilyen dobozunkba, ami van, és akkor ide föltesszük a polcra, és hogy ott ül. Nem, hanem arról van szó, hogy minden pillanatban ébernek lenni, hogy mi az, amiként most viselkedik az illető, milyen energiából, milyen szándékból. És lehet, hogy az, aki mondjuk nagy tendenciájában, hogy általában seggfejként viselkedik, az lehet néha kedves. És hogyha hajlandóak vagyunk erre nyitottak lenni, akkor hajlandóak vagyunk jelen lenni, és akkor hajlandóak vagyunk az éberségben lenni. És akkor, amikor jelen vagyunk, és kérdésben vagyunk, és éberek vagyunk, akkor a dolgok teresek. Az ítélkezés az mindig az, amelyik összehúz. Tehát, hogyha valakire azt mondod, hogy mondjuk egyszer seggfejként viselkedik, és ezt így rávetíted, hogy na ő mindig seggfej, na az már összehúz. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy a negatív az nem mindig ítélkezés. És akkor nézzük meg a másik pólust, hogy a pozitív az nem mindig nem ítélkezés, tehát nagyon gyakran a pozitív is lehet ítélkezés. Tehát amikor eldöntöd valakiről, hogy ő jó, akkor vagy Nekem a mondjuk jó kedvencem az a fej, vagy tökéletes, tökéletes. mert Na ő az, tökéletes. Az ő családja igen. tökéletes. Az ő Igen. házassága tökéletes. Uff, te is mondjad, ja. És igen, a tökéletes az nagyon durva, ez egy nagyon jó, köszönöm, hogy ezt felosztod, ezt a szót, mert ez egy nagyon jó kifejezés erre. Tehát mikor valamiről eldöntjük, hogy igen, tökéletes, és akkor nem vagyunk hajlandóak meglátni semmit, ami nem tökéletes az illetővel kapcsolatban. És na, ez ítélkezés. Ez ítélkezés. Amikor lezárjuk a dolgokat, amikor nem vagyunk hajlandóak jelen lenni azzal, ami van, az ítélkezés. És így nagyon könnyen bele tudunk menni így az úgynevezett pozitív ítélkezésbe. Tehát, hogy így összefoglaljam, a lényeg az az, hogy amikor pozitívat gondolunk valakiről, az nem mindig nem ítélkezés, és amikor negatívat gondolunk valakiről, vagy mondunk valakiről, az nem mindig nem éberség. Úgyhogy a kérdés az valójában az, tehát nem az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív a dolog, amit gondolunk, vagy kimondunk, hanem az, hogy terese, a pillanatra vonatkozik-e, és könnyedség van-e benne. És van, amikor olyan könyv, tehát gondoltatok már, vagy volt-e, biztos már volt ilyen élményetek, hogy valakiről azt gondoltátok, hogy jó fej, és egyszer csak így kimondtátok, hogy mekkora seggfej most, és így akkora tér nyílt, és ilyen fölélegeztetek, hogy úristen, végre, vagy a környezetetek így tényleg, és na, ez erről van szó. És fordítva is, hogyha valaki általában rendes és kedves, és így hajlandók voltatok meglátni valamit, ami nem az, az is ilyen wow, meg hogyha valaki nem kedveltetek, és aztán megláttatok egy olyan dolgot, hogy
Jé, most ebben tök kedves. Az is ilyen, wow. Nagyon teret, nagyon nagy teret tud nyitni. Most Nepálban voltunk egy nagyon kedves házaspárral, és akkor beszélgettünk erről, hogy könnyű és teres, és a srác az úgy értett, hogy könnyű és deres. Úgyhogy azóta nekem a deres az csak deres. Úgyhogy minden csak nagyon Úgyhogy ha deres valami, akkor az jó. Hogyha valami deres. Szeretem ezt a szót. Én vidéki lány vagyok, én szeretem, amikor valami deres. Még egy dolgot szerettem volna ide bedobni magunknak neked, hogy erről mondj egy pár mondatot. Nekem mostanában sokszor felmerül ez, hogy mennyi mindent kiítélkezem az életemből, úgyhogy észre sem veszek. És szeretem ezt így mondani, hogy kiítélkezem az életemből, és itt beleértve ezt, hogy egy csomószor vannak olyan pozitív ítéleteim, vagy nevezzük bárhogyan, amikkel kizárom a lehetőségét annak, hogy bármi megjelenhessen. És ugye az elengedésnél is valahol ránézünk ezekre a pozitív, ugye, hogy az elengedés, ez nem arról szól, hogy elengedek egy szerettemet, akit esetleg elveszítettem, mert meghalt, vagy egy volt páromat, mert ugye mindenki, amikor ez az elengedés szó felmerül, akkor mindig az merül fel, hogy párkapcsolat. Vagy valami olyat kell elengedni, ami már engem nem szolgál, én már ezt nem akarom, és a blablabla. De közben ugye az elengedés, ez pont nem erről szól, mert hogy az a teremtésnek egy eszköze tud lenni. Amikor is mindent elengedek, akkor vagy megkapom, amit szeretnék, vagy nem, de nem fog érdekelni, vagy valami nagyszerűbbet kapok meg, mint amit el tudtam képzelni. Szóval azért az elengedés az sokkal izgalmasabb annál, mint amilyennek tűnik időnként. És valahol ezt vettem észre, hogy én így figyelgetem ezt, hogy mennyi mindent kiítélkezünk az életünkből, amiatt, mert nem vesszük észre, vagy nem tudtuk, vagy nem volt információnk róla, hogy lehetnek a pozitív ítéletek és ítéletek egyébként. És hogy ezzel mennyire romboljuk valahol a teremtéseinket, meg a végtelen lehetőségeinket, pusztán csak az ítélkezés miatt. Igen. Ezzel kapcsolatban azon, tehát hogy abszolút az van, amit így mondasz, és annyit hozzátennék, hogy így az elengedés az egy ilyen fantasztikus eszköze annak, hogy szintén, tehát az Access mellett egy másik nagy kedvencem, hogy könnyedséget tudjál megélni a mindennapjaidba, és hogy ne akadjál, és ne gabajodjál bele így a gondolatokba, és az elképzelésekbe, és az elvárásokba. Úgyhogy a kiítélkezés, tehát hogy megítéljük, és ezért, tehát megítélünk valamit akár annak, hogy ez jó, és akkor annál, tehát nem veszünk észre semmi mást. Ezért mondtam azt, hogy a pozitív ítéletek az egyik legnagyobb csapda, mert azokat sokkal kevésbé vagyunk hajlandóak föladni, mint a negatívokat. Mert a negatívról tudjuk, hogy az negatív, ugye? Azt föl kell adni. Tehát, hogy azt el kell engedni, azt abból túl kell lépni, az nyilvánvaló. Tehát a pozitív, tudod, az olyan, mint a ilyen kedvenc kis alvómackónk, azt így magunkhoz szorítjuk, hogy ne, az az enyém, ez az én pozitív ítéletem. Tehát, hogy így, hát pozitív, hát tudod, ott van a pozitív jel mellett, tehát ezt így szeretni kell. És sokszor a pozitív dolgok sokkal inkább megállítanak abban, mert hogy egyrészt, hogy kevésbé vagyunk hajlandóak föladni. Én például a párkapcsolatomban vettem észre azt, hogy egyszerűen, hogy jónak ítéltem meg, hogy szerintem nekem jó a párkapcsolatom, és ezért úgy volt, hogy így azt vettem észre, hogy így beragadt, hogy nem teremtem a lehetőségét annak, hogy még annál is jobb legyen, és hogy mi más lehetséges még, és ezeket a kérdéseket így nem teszem föl, mert eldöntöttem róla, hogy jó. Tehát ezért az, amiről eldöntjük, hogy az jó, vagy megfelelő, vagy tökéletes. Ez a másik, igen, az, amikor valakinek tökéletes a tök mindegy milyen, a párkapcsolata, a házassága, a
gyereke, a munkája, tök mindegy, akkor nem néz tovább lehetőségek után. Tehát, hogy így, passzus, ott kezdődik a halál. Tehát, hogy ahol, amiről eldöntött, hogy jó és tökéletes, azt nem teremtett többé, hanem így szeretnéd egy ilyen szoborba így beletenni, de hát a szobor az mennyire élő? Semennyire. Mennyire ugye? Mozog. Hát, igen, tehát meg sem mozdul. Maximum, hogyha megmozdítod, akkor így eldől, és ripityomra törik. Szóval hajlandóak vagytok-e túllépni azon, hogy mi az, amiről eldöntöttétek, hogy jó, és föltenni azt a kérdést, hogy oké, és hogyan lehet ez még ennél is jobb, és mi más lehetséges itt, amire még nem is gondoltam, és milyen nagyszerűség jelenhetne meg itt, hogyha nem próbálnám befixálni azt, ami most van. És milyen izgalom a másik meg, hogyha befixálsz valamit, tehát így ilyen... hogy szereted-e a változást és a változatosságot? Tehát az vagy, aki minden nap mindig ugyanazt csinálod, tehát mindig ugyanazt reggelized, tudod, mindig ugyanazzal az emberekkel beszélgetsz, vagy szereted azt, hogy egyszer ide megyünk, egyszer oda, és hogyha szereted a változatosságot, akkor így mennyire hoz izgalomba? Már így az arcomon látszik, hogy engem nem. Hogyha valami mindig ugyanaz. Nem tudom, miről beszélsz, én nem látok semmit az arcomon. Úgyhogy mi van akkor, hogyha megengeditek azt a teret, hogy amiről eldöntöttétek, hogy jó, oké, szuper, és mindig fölteszitek a kérdést, hogy és mi van, mi lehet még ezen is túl, hogyan lehet még ez is, hogyan lehet még ennél is jobb ez a dolog. És ha hajlandóak vagyunk mindig kérdésben lenni, akkor tudjuk mindig tovább teremteni a dolgokat, és nem, és hogyha nem teremtjük tovább, nagyon gyakran megunjuk, és akkor így, ja, jó, hagyjuk, és akkor úgy van, hogy ez a párkapcsolatoknak nagyon gyakran így a halála, hogyha nem teremtjük tovább, hogyha nem teremtjük folyamatosan a párkapcsolatainkat. Én nem tudom, hogy te miről beszélsz. Velem ez még soha nem történt meg. Jó, akkor mindenki máshoz beszélek, jó? Akkor hozzá. De most én is fog befejezni ki. Jó, nem tudom. Jó, itt vagy velem. Úgyhogy ez a hogy mi van akkor, hogyha folyamatosan kérdésben vagyunk, hogy tényleg mi az, ami még fölbukkanhat, ami ennél is jobb, még amit még el sem tudunk képzelni, hogy mi lehet az, de hogy így jelenjen meg. Volt még a fejemben egy, igen, tudom, egy dolgot szeretnék tőled még megkérdezni. Lehet, hogy már beszéltél róla, tehát hogy most nem mondom, hogy ez egy nagyon jó kérdés lesz, de valamiért itt van, és meg szeretném kérdezni. Szóval velem nagyon sokszor megtörtént az korábban, hogy tényleg azt hittem, hogy egy ítélkezőgép vagyok. És hát jó, oké, visszaról beszéltünk az elén, hogy persze vannak azok a típusú emberek, akik másokon ítélkeznek, vannak, akik saját magukon. Szóval én még azért is megítéltem magam, hogy ítélkező vagyok. Ilyen ügyes kislány voltam, ezt vagyok. Ezt szoktuk, igen. Igen. És akkor ebből jönne a kérdésem, hogy erről tudnánk egy picit beszélni, nem is mint egy kérdés, hogy nekem volt konkrétan egy ilyen példám, hogy a barátnőmmel voltunk egy idegen városban, ahol az utcán sétálva toltuk ezeket a klasszikusokat, hogy Jézusom, nézd meg azt a csajt, mekkora segge van, aki tolja a babakocsit. Úristen, ebből a városban mindenki ilyen borzasztóan öltözködik, hogy mi baj van az embereknek, itt nincsen pláza. És leültünk egy kávére, és mondom, Úristen, Úristen, hát mi mit művelünk? Hát mi ítélkezőképek vagyunk. És történetesen egy tanfolyamra érkeztünk, és ez volt az első nap előtti este. És tanfolyam reggelén megkérdeztem a facilitátor, hogyha bármit kaphatnánk ettől a 4 naptól, az mi lenne, és akkor mondtam, hogy én nem akarok soha többi ítélkezőgép lenni, nekem elegem van ebből, én mindenkit csak ítélkezem. És mondta a facilitátor, hogy... hagyjad már. És akkor mondtam, hogy de tényleg elmesélem, és akkor elmeséltem, hogy tegnap sétáltunk a városba, és
Én ilyeneket mondtam az emberek, hogy milyen nagy a feneke, és hogy szülés után mindenki ilyen kövér lesz, és különben is, és így akkor felmerült ez a kérdés, hogy oké, de álljunk már meg egy másodpercre. Tehát amikor nekem nagy a szám, és mondjuk kimondom ezeket a dolgokat, létezhet-e az valahol, csak 1%, hogy mondjuk az a hölgy így érezte magát a testében, és így tolt a babakocsit, hogy úristen, biztos most mindenki azt nézi, hogy a szülés után meghíztam. Én adott esetben kivettem ezt a fejéből kvázi, éber voltam az ő gondolataira, és utána kimondom ezt hangos szóval, és akkor utána meg úristen, hát én ezen már túl vagyok. Ugye, az is egy klasszikus. Hát én nekem már nem szabadna ilyeneket mondani, hát az nem helyes. Nem helyes. És akkor mi van, hát, hogy mennyivel teresebb csak az elképzelés annak, hogy mi van, hogyha éber is vagyok egyébként. És hogy erről tudnánk-e még egy icipicit beszélni, mert szerintem sokan például ezt nem tudják, hogy nagyon sokszor, amikor kimondanak adott esetben valakiről egy ítéletet, az nem biztos, hogy az én ítéletem, hanem az ő saját ítélete saját magáról. És még egy érdekesség, hogy amikor elkezdtem live-ozni, amikor januárban hazajöttem, akkor tele voltam ilyen gondolatokkal, és mondom, úristen, biztos ítélkeznek rajtam az emberek, hogy én most ezt csinálom, és akkor végre valaki feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj, neked mennyi ítéleted van egyébként magadról, hogy ezt csinálod? És így, És így, hogy igen, hát ugyanannyira, amennyire te éber vagy, a többiek is ugyanannyira éberek. És hogyha te hajlandó lennél felbomlasztani a saját ítéleteidet magadról, akkor vajon más emberek hogyan fordulnának hozzád? És én ránéztem ezekre, elengedtem azokat az ítéleteimet, amik éppen akkor felmerültek, felbukkantak, és akkor azt vettem észre, hogy nem érzékeltem többi ezt a dolgot, és másoktól sem hallottam vissza, hogy na, az Erdély Niki megbolondult. Elmúltak ezek a dolgok, mert valahol ez a saját ítéletem volt saját magamról. Aha, szóval, hogy erről egy picit tudnánk-e még itt a végére, mert szerintem azért sokan vagyunk ezzel így. Én mindig bevállalom itt a tutit. Ez tök jó. De... Hadd mondjak én is egy hasonló sztorit, és azért, hogy megmutassam, hogy én is. Én egy kis vannak ilyen sztoriai. Maja, mutasd meg, hogy te sem vagy tökéletes. Nem. Minden videóban kiderül, hogy én nem vagyok az. Most már tudjuk meg rólad is, hogy nem vagy tökéletes. Én sem vagyok az. Bár bevallottam, hogy Nepálban napokig nem fürödtem, úgyhogy figyelj, hát, szerintem jobb. Az én OCD-mmel ez egy elég nagy hiba. Tudom. Undika. Szóval a sztorihoz kapcsolódóan nekem is van egy ilyen jó kis történetem, ami nagyon-nagyon hasonló. Andrással, a párommal elmentünk egy koncertre, és kicsit hamarabb érkeztünk, mint ahogy elkezdődött a koncert, és tudod, áldogáltunk, ott még lézengtek így a küzdőtéren az emberek, és ott áldogáltunk, és így nézelődtem, és így bárkire ránéztem, így rám emlett egy csomó információ, hogy úristen, de Randa, hogy vette föl ezt a ruhát, miért lopja a hasa belőle, tehát egy ilyen nagyon durván, de olyan intenzitással jött, hogy így az volt a szerencsém, hogy rendelkezem ezekkel az eszközökkel, amit az Access Consciousness-ből megtanultam, és föltettem ezt egy idő után, tehát történt, így bárkire ránéztem, és így megintem. Én ennyire ítélkező vagyok? Nagyon durva volt. Tehát, hogy jaj, de Randa, jaj, de kövér, tehát szörnyű volt. És akkor így megijedtem tőle, és akkor eszembe jutott föltenni ezt a kérdést, hogy kihez tartozik ez? Van ez a kérdés. És az jött erre, hogy ezek az információk, tehát amik így megjelentek az én világomban ítélkezésként, azok valójában az ő ítélkezésük saját magukról, az összes ilyen rájuk vetített ítélkezés, ami így ott van a világukban, és így még ilyeneket is láttam szinte, hogy így megjelent az, hogy mielőtt elindultak ide a koncertre, ugye fölöltöztek, belenéztek a tükörbe, és így följött az összes ítélet, hogy Rajde Randa vagyok, meg nem tudom én, nagy a fenekem, nagy a hasam, itt tudom én mi, és utána elindultak a koncertre. És ez az információ így
átjött, amikor rájuk néztem. Meg az összes ítélet magukkal szembe, hogy minek gondolják magukat. És így mondtam, hogy azt a mindenit. Hát ez nagyon durva. Tehát, ugyanazt az utat jártam be, mint amit te mondtál el, hogy te mit érzékeltél az emberekre ránézve az új városban, ahol mentél, és úgy ugyanez, csak egy koncerten, és így ránéztem Andrásra, először föltettem a kérdést, hogy Úristen, én ilyen ítélkező vagyok, és utána rájöttem, hogy ja nem, arra vagyok éber, hogy ők mit gondolnak magukról. És egyszerűen olyan hihetetlen intenzíven tud átjönni az információ, és erre érdemes ránézni. Tehát amikor a világotokban fölbukkan ítélkezés másokkal kapcsolatban, az első kérdés, amit tegyetek föl, hogy kihez tartozik ez? Ez én ítélkezem, vagy éber vagyok az ő ítélkezésére, éber vagyok az ő világára? És nagyon sokszor az van, hogy éberek vagyunk a másik világára, és átjönnek ezek az információk. Úgy szoktam mondani, hogy mintha ilyen papírvékonyságú falakkal lennénk elválasztva így a lakásokban, és így áthallod, hogy mi van a szomszédban, és amit beszélnek. De így halljuk át egymásnak a gondolatait, egymás nézőpontjait és ítélkezéseit, kvázi áthalljuk. És akkor persze, hogy megjelenik, és az, hogy valami mennyire intenzív, annak semmi köze ahhoz, hogy a miénke vagy sem. Tehát, hogy konkrét, ezt még egyszer elmondom, hogy az, hogy valamit mennyire intenzíven érzékeltek, mennyire intenzíven van jelen a világotokban, semmi, de semmi Felírtam ide köze. ezt a szót, ezt szerettem volna megkérdezni. Hogy létezhet-e az, hogy amikor intenzíven jelennek meg az ítéletek az életembe, az felhívja a figyelmet arra, vagy hogy az tud lenni egy figyelmeztetője, hogy de állsz a koncerten, és csak elkezdesz ilyen gondolatokkal tele vagy, és kvázi ítélkezni, akkor valószínűleg neked is valahol ennek az intenzitása tudott mutatni egy olyat, hogy hé, mi ez? És Igen. Igen. Mi ez? Igen. Pontosan. Igen. Mi ez? Mi ez? És mi lenne, hogyha mindenre föltennénk a kérdést, tehát hogy nem mennénk automatikusan következtetésbe, hanem föltennénk a kérdést, hogy vajon mi ez? Az Access-nek van négy csodás kérdése, amit nagyon-nagyon imádok, és abból az első az ebből a négy kérdésből a mi ez? És a mi ez az önmagában egy olyan csoda, ami megkérdőjelezi az összes eddigi következtetésedet, amit vélsz tudni róla, és tényleg abba a kérdésbe tesz, hogy jelen legyél azzal a dologgal, hogy ez most micsoda. És akkor tud igazán megjelenni, hogy az a dolog éppen abban a pillanatban micsoda, mert az, ami hasonlónak tűnő dolgok lehetnek teljesen más. Tehát, hogy kívülről lehet, hogy valami tök hasonlónak tűnik, de hogyha ránézel, hogy mi ez, lehet, hogy arra jössz rá, hogy teljesen különbözőek valójában. És ez a kérdés, ez az első kérdés, ez ennek hatalmas teret tud nyitni, akkor, hogyha tényleg abból a gyermeki kíváncsiságból teszed fel ezt a kérdést, hogy tényleg mi ez? És akkor még felsorolom itt a többi hármat, hogy ezzel is Kérlek. rendelkezzetek. Szóval az első kérdés, hogy mi ez? A második kérdés az, hogy mit tudok vele kezdeni? A harmadik kérdés, hogy meg tudom-e változtatni? És ez egy nagyon érdekes dolog, az, hogy meg tudom-e változtatni, ez mindig abban a pillanatban érvényes. Tehát, hogy éppen most meg tudom-e változtatni. És hogyha az jön, hogy meg tudom változtatni, szuper, akkor mehet menni a következő kérdéshez, hogy oké, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni. És hogyha pedig az jön, hogy nem, akkor azt tudjátok, hogy csak azzal, hogy kérdésbe mentetek, hogy föltettetek egy kérdést, hogy a kérdés energiájaként léteztetek, az már megváltoztatott valamit. Amit, hogyha utána még föltesztek kérdéseket, akkor végül minden megváltoztatható. Tehát, hogy bármi megváltoztatható, lehet, hogy éppen abban a pillanatban nem elérhető valami. Tehát ez olyan dolog, hogy
tudok-e most itt esetleg bérletet venni a lakásban? Hát nem, de hogyha megteszem a megfelelő lépéseket hozzá, tehát tudom én, hogy lemenjek a BKV bérletautomatához, akkor ott majd meg tudom venni. Csak most éppen ebben a pillanatban nem tudom megvenni. Oké? De hogyha megteszem a megfelelő lépéseket, akkor meg fogom tudni változtatni ezt, hogy legyen is bérletem például. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű dolog, de hogy a nem, az nem egy örök nem. Ez nagyon fontos. Hanem éppen csak abban a pillanatban nem maximum. Szóval mi ez? Mit tudok vele kezdeni? Meg tudom-e változtatni, és hogyan tudom megváltoztatni? És ezek, nekem ezek a magic question kategóriában vannak. Bármilyen szituációra föl lehet tenni. Ugye ennek a lényege az, hogy magatokban tegyétek fel ezeket a kérdéseket, és arra figyeljetek, hogy milyen éberség, mi változik meg akár az energiában, akár a szituációban, és hogy milyen lehetőségek nyílnak, és milyen lehetőségekre lesztek figyelmesek, amire korábban nem voltatok azok. Tehát erre nyitnak meg ezek a kérdések. Annyira köszi. Nem tudom, mennyi az idő, mert neked menned kell, én tudom. Azt hiszem, már elmúlt talán egész, mert így voltak nincs. Ilyen figyelmeztetések. De nekem sincsen. Nincsen semmim, sincsen. A laptopomat tudnám megnézni, de most azért nem állok nem, fel. Nem lett van. Volna még egy kérdésem, de már nem akarom feltenni, mert akkor ez itt közben jött. Lehet, hogy majd bedobom ide. Nem kell válaszolni. Jó. Csak hogy azért, hogy még az ítéleteknél ez meglegyen, és aztán akár egy következő live témája szerintem, mint a szexualitás egyébként. Ugye most már felmerült a mai live-ban többször is maga a szexualitás, és ugye van ez az elképzelés, hogy nagyon sokszor a szexualitást azt arra használjuk, hogy ítélkezzünk, arra használjuk, hogy ítélkezzünk magunkon, hogy nem vagyunk elég jók, és arra használjuk, hogy megítéljük a másikat, hogy ő nem elég jó nekünk, és hányszor használjuk a szexualitást arra, hogy megítéljenek minket, és igazolódjanak az ítéleténk saját magunkról. És most tényleg nem akarok, igen, és most ezt nem akarom, hogy kifejtsük, mert akkor biztos, hogy nem megyünk el innen sohasem. Nem. De mint a következő téma, akár picit összefonva a szexualitást az ítélkező, vagy csak mint maga a szexualitás, mert szerintem ez sok mindenkit érdekel, mennyivel nagyszerűbb szexben lehet része az embernek, vagy úgy összességében egyáltalán mit is jelent maga a szexualitás, és valahol itt az ítéleteknél nekem ez kapcsolódott, úgyhogy lehet ez egyfajta ilyen átvezető. Jó, legyen. Ja, egy következő live-nak, akkor ezt ide most felírom a jegyzeteim közé. Hát, ha nem felejtem így el. De annyira nagyon köszi, Maja, hogy ma is velem tartottál. Ne haragudj, hogy ide ki kellett, hogy tegyelek ide fentre ma. Valamilyen... Nekem ott nagyon jó most egyébként. Jó, neked. A rendszerem oda, de én ezt nem szeretem, de nem baj. Így alakult. Szóval nagyon köszönöm, hogy ma reggel is velünk tartottál. Elengedünk, mert tudom, hogy tanfolyamra mész. Ugye? Jól tudom. Okés. Ki lesz rakva akkor ez a live a YouTube-ra is, illetve a Majának van egy Facebook csoportja, Access Majával, ide fogjuk posztolni majd a kommentek alá. Ha tetszett bármi, amit Maja mondott, és minden is, akkor tartsatok vele, mert a csoportjában nagyon jó kontentek vannak, és akkor azt is kitesszük, és van-e még bármi, amit szeretnél nekem, nekünk, velünk megosztani, bármi gondolat itt a végére? Hát talán úgy zárnám azt, hogy figyeljetek oda, hogy mikor bukkan fel a világotokban az ítélkezés, és ha egy dolgot javasolhatnánk, amit te is mondtál, hogy ne ítéljétek meg magatokat azért, mert ítélkeztetek. az nem segít. Tehát, hogy így szép volt. Ups, oké, ups, mást lehetséges. Ja, hála, oké. Nézzük meg, van-e valami? Wow, nagyon köszönjük. Igen, és nagyon könnyedséggel is, és térből, és kedvességgel magatokkal kapcsolatban. Magatokkal, jó? Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. És nektek is, hogy ilyen sokan voltunk, azt néztem, hogy csúcsidőben voltunk
60-an54 is, körül? vagy 54, azt, igen. Te, Nem jó, mert tudom, akkor te is látod. Mindenkinek szép hétvégét, nagyon szívesen nézem a kommenteket. Volt egy nagyon vicces komment, amit a Békési Vera írt, imádom. Anyukád minden héten ugyanazt a süti, mint 10 éve, mert nagyon szeretted. Szóval mostantól minden hétvégén almács rácsos lesz. Az én nagyon már minden hétvégén ugyanazt a sütit sütöttem. Egyébként, és mindig mentünk, és sosem lepődtünk meg rajta. És mindig nagyon szerettük. Wow. Szóval nagyon köszi mindenkinek, aki itt volt, hogyha tetszett nektek ez a beszélgetés, akkor kérünk benneteket, hogy egyébként osszátok meg másokkal is, biztosan nagyon hasznos lenne. És mi kellene, hogy spread the consciousness. Yeah! Hogy szórjuk szét a tudatosságot. Na jó, van most már. Jó. Sziasztok mindenki, szia Maja! Szia hétvégét! Köszönöm neked is, szia! Köszönöm!